és akkor sorra kerülne a mai beharangozott rendezvényünk, a Schlachta Lecture. Ugye miért hívtuk ezt életre? Ugye szándékunk szerint egy olyan rendezvénysorozatot szeretnénk tartani, amely évről évre fókuszba helyezi a keresztény demokrata, a keresztény gondolat fontosságát itt Európában. Ugye a mai eseményünk, előadásunk címe keresztény demokrácia Európában, kereszténynek lenni most. És hogy mennyire szép rímei vannak az életnek, ugye, mint itt a beszélgetésben kiderült, vendégünk Gábor Dzsingisz még hallgatta előadónk, von Géza úr édesapjának előadásait, tehát van egyfajta rím a mai előadásban. És én fölkérném majd előadónkat előadása megtartására, de előtte hadd mondjak két szót, hogy miért őt kértük föl ma. Fontosnak tartjuk azt, hogy olyan előadásokat halljunk itt Magyarországon, amelyek egyfelől tágasabb, nemzetközi horizontúak, másfelől ezeknek az előadásoknak legyen mélysége. Hiszen rengeteg olyan közéleti esemény van, ahol különböző témákról beszélnek emberek, és nagyon gyakran ezek sajnos csak a sajtócikkek színvonalát érik el. De mai előadónk egy igazi mély gondolkodó, aki nem csak jogász, filozófus, hanem elkötelezett keresztény is. Önné a szó. Bocsánat, mindenki hozott magának a hallókészüléket, aki nem tud. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm a professzor úrnak a bemutatót, és az alapítványnak is, hogy meghívtak ide ma este. És ahogy hallgattam előző előadókat, és megnéztem ezt a munkásságot, amely számomra újdonság volt, Schlachta nővér munkásságát, arra gondoltam, hogy akkor miért is én vagyok itt férfiként ma este, hogy szóljak önökhöz. Úgyhogy elsőként talán az alázat szavai szóljanak belőlem egy ilyen nagyszerű nő után, aki hát, nagyszerű nők sorába illeszkedik, akik mind nagyon komoly módon alakították Európát. És a mai témánk jól illeszkedik ahhoz a témához, amit már itt a könyv bemutatóról is hallottunk, és az oktatási projekt bemutatóján hallottunk. Arról szeretnék beszélni, hogy mi a kereszténység és a közélet kapcsolata, és mit jelent kereszténynek lenni ma Európában. Ez a szívemnek kedves téma. Sokat gondolkoztam róla hosszú éveken keresztül, sokat beszéltem és sokat írtam róla, és mindig találok új gondolatokat, új ötleteket a témában. És úgy gondoltam, hogy talán egy ilyen estéhez illeszkedik ez a téma, hiszen, ahogy a Barankovics Alapítvány is megfogalmazza a céljai között, új módokon bemutatni a világnak a kereszténydemokrata gondolatot. Különösen egy olyan világnak, amely minthogyha posztkeresztény világ lenne. De ahogy majd hallani fogják ma tőlem, az európai kontinens, szeretett európai kontinensünk jövőjét tekintve alapvető fontosságú, hogy ragaszkodjunk ehhez a keresztény
demokrata gondolathoz, és elmélyítsük azt. Az elmúlt hetekben minden bizonnyal észrevették, hogy a világ megemlékezett és tisztelgett egy nagy, nem állam férfi, hanem állam nő előtt. Azt gondolom, hogy természetesen itt második Erzsébet királynőről beszélek, és ő is jól illeszkedik a ma este témájába. Ő nagyon pontosan érezte, hogy mit jelent Istent és egy országot, egy nemzetet szolgálni. A szabad világ egyik olyan vezetője volt, akit a leginkább tiszteltem, hiszen, és elsősorban a személyisége miatt. És azt gondolom, hogy ez a vezérvonal fogja végig kísérni a mai előadásomat. Mit is jelent kereszténynek lenni a mai társadalomban és a mai politikában? Nem a szavazatokról, nem a programokról, a bevezetett intézkedésekről szól elsősorban, hanem hogy belül milyen emberek vagyunk, mert ebből árad ki mindaz a jó, amit tettünk. És az különösen is megragadott második Erzsébet királynő temetésén, hogy volt egy pillanat a Windsori kastélyban, a kápolnájában a kastélynak, mielőtt odahozták volna az oldalkápolnába a koporsóját, hogy ott aztán a férje mellett örök nyugalomra helyezzék. Mielőtt ez megtörtént volna, a három állami szimbólum ott feküdt a koporsón, és azt a Windsori az lekerült onnan, és ezek ugye egyrészt a korona, az jogar és a gömb volt. Ezeknek a szimbólumoknak, amelyek leginkább megragadtak engem, és amelyek, hogy is mondjam, még a BBC nem igazán keresztény barát kommentátora is, hogy elmagyarázta a jelentésüket, az egyfajta, hát olyan édes bosszú volt számomra hallani, hiszen leírta, hogy ott van ugye az országalma, ez a gömb alakú, amelynek gömb alakú tárgya tetején egy kereszttel. És ezt az országalmát abban a pillanatban, ugye a koronázás pillanatában kapja meg az uralkodó, második Erzsébet királynő esetében 70 évvel korábban a jobb kezébe kapja, a Canterbury érsek nyújtja át neki. És ugyanez történik majd harmadik Károly király esetében is, amikor megtörténik a koronázás. De az számít az, itt az számít, hogy mit mond a Canterbury érsek, amikor átadja az országalmát az uralkodó jobb kezébe. És a BBC riporter ezt el is mondta, szó szerint angolul azt hangzik el, hogy fogd ezt az országalmát a kereszt jelével, és emlékezz arra, hogy az egész világ meghajol Krisztus, ami megváltunk uralma és hatalma előtt. Hát milyen gyönyörű ez, hogy a mi modern időnkben, a szekularizált világunkban ez a szimbólum, ez a nagyon erős szimbólum még mindig jelen van. Tehát az uralkodó szimbóluma, amely azt jelzi, hogy a hatalmat Istentől kapta, és így Istennek is felel, mint uralkodó. Éppen ezért minden keresztény, aki közfeladatot lát el, az jó, hogyha odafigyel erre az országalmára, amely egy örök igazságra utal, nem az ember, hanem az Isten minden dolognak a mértéke. Ez valami olyasmi, amelyet már Plato is nagyon jól
ismert a törvényekről szóló híres művében, ahol azt írja, hogy nem az ember, hanem Isten mindennek a mértéke. Tehát mit is jelent kereszténynek és politikusnak lenni a mai napon, manapság itt Európában? Azt jelenti, hogy egy olyan életet élünk, és úgy gyakoroljuk politikai kötelezettségeinket, amely megfelel annak, hogy Krisztus a világ ura, és nem az ember. És természetesen ez pontosan ez az a pont, ahol a modern ember a leginkább nehézségekbe ütközik, hiszen az élet minden területén lélegzett elállító eredményeket értünk el, fejlődést értünk el, és most azt hisszük, hogy nincsenek határok, és hogy mindenre képes az ember, mindent megváltoztathat, és így ő lesz a világ ura, az univerzum ura. Ez pedig szörnyű következményekkel és igazságtalanságokkal jár. Itt röviden három példát szeretnék említeni az elmúlt időkből, ahol látjuk ezt a torzulást. És ne értsenek félre, nem szükségszerűen rossz szándékról van szó, amely miatt mi emberek hajlamosak vagyunk beleesni ebbe a hibába, hogy a világ urának tekintjük magunkat. Ez a három példa, röviden ismertetni fogom őket, és egy nagyon világos megfigyelést tettem ezekkel kapcsolatban, miszerint az, hogy Istent akarunk játszani, ez mindig túlzott reakciókat szül az emberből. Ezt leginkább abban érhetjük tetten, hogy hogyan kezeljük a természetet, a természet valóságát, realitásait. Ezt három területen figyelhetjük meg mostanában. Az elsőt a covidizmusnak, a másodikat a klimatizmusnak hívom, és a harmadikat pedig transzgenderizmusnak hívom. Ezeken a területeken, ezen a három területen nagyon erősen ütközünk a világ természet valóságával. A COVID esetében például nagyon erősen találkoztunk egy vírus valóságával, amit nem tudtuk, hogy hogyan kezeljünk. A klímaváltozás klíma esetében a klíma megváltozásával találkozunk nagyon erőteljesen, és a transzgenderizmus esetében pedig egy új társadalmi jelenséget figyelhetünk meg, ahol elsősorban fiatalok esetében azt látjuk, hogy nem érzik kényelmesen magukat a biológiai nemük szerint. És akkor azt gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk, hogy megértsük, hogy hogyan jutottunk ide, és hogy hogyan is működik a természet. Emberiségként az első reakciónk elsősorban az, hogy teljes egészében irányítani akarjuk a természetet, és a tudományos lehetőségeink közül, amit elsajátítottunk, azt mind bevetünk a problémával szemben, ahelyett, hogy megpróbálnánk megérteni, hogy hogyan jutottunk el idáig, és hogyan lehetünk hűségesek az emberi természetünkhöz. Tehát elsősorban irányítani akarunk határok nélkül, anélkül, hogy megvizsgálnánk a lehetséges veszélyeket, a következményeket, és megpróbáljuk kontrollálni a problémát. Egy példát fogok is ismertetni. A klímaváltozással kapcsolatos vita egy sokkoló példája annak, hogy milyen arrogánsak vagyunk mi emberek, hiszen tényleg azt gondoljuk, hogy mi emberek képesek vagyunk irányítani a Föld hőmérsékletét.
természetesen nem azt a nyilvánvaló tényt vitatom, hogy tönkretesszük emberekként a bolygónkat, a természetes környezetünkkel való bánásmódunk teljesen elfogadhatatlan, és abszolút vannak morális alapjai annak, hogy megváltoztassuk a viselkedésünket. De az, hogy emberiségként azt mondjuk, hogy mi képesek vagyunk szabályozni, befolyásolni a Föld hőmérsékletét, a bolygó hőmérsékletét, hát ott azt gondolom, hogy talán valami fajta alázatosság hiányzik belőlünk a természettel való viszonyunkban. Mielőtt félreértenének, nem azt mondom, hogy nincs szükség arra, hogy cselekedjünk annak érdekében, hogy csökkentsük a káros anyagokat, amelyeket az atmoszférába légkörbe juttatunk, hogy ne kéne változtatni a viselkedésünkön embereként. Nem erről beszélek, ez nagyon is szükséges. Arról beszélek, hogy az, ahogy reagálunk emberekként, az, hogy azt mondjuk, hogy mi tudjuk irányítani a természetet. Ehelyett, hogyha lenne egy egészséges kapcsolatunk az a kapcsolatban, hogy Isten a világ ura, akkor megértenénk, hogy kicsivel több alázatra van szükségünk, és nem tudjuk irányítani a természetet. Azt meg tudjuk tenni, hogy szorgalmasabban dolgozunk azért, hogy ne tegyük tönkre a természetet. Ezt megtehetjük, de irányítani nem tudjuk. Én csak egy példát szerettem volna hozni arra, hogy a társadalmunkban miként veszítettük el azt az érzéket, hogy hol is van a megfelelő helyünk emberként. És akkor a keresztények, különösen azok, akik közfeladatot látnak el, hogyan kezelik ezt a kihívást, ezt az emberi hozzáállást, amely olyan destruktívnak mutatkozik, különösen, amikor az emberi lény méltóságáról és függetlenségéről van szó. Itt három jellemzőjét hoznám ide egy keresztény vezetőnek. A mai este folyamán, ahogy már a korábbi prezentációban is inspiráló példáját láthattuk, hallhattuk keresztény múltbeli vezetőknek, most én is szeretnék ezt hozzájárulni, és három konkrét javaslatot fogalmaznék meg, három jellemzőt, amelyek segíthetnek abban, hogy meghatározzuk a fókuszterületeinket és a prioritásainkat, és hogy tudjuk, hogy emberként hol van a helyünk ebben a világban, amelyet nem mi magunk hoztunk létre. Az első szerint a keresztény vezető, aki közfeladatot lát el, annak szilárdan, valóságban kell gyökereznie, ott kell állnia. Második, hogy fontos, hogy milyen oktatásban részesül, és folyamatosan képeznie kell magát. És a harmadik pedig, hogy bátornak kell lennie minden körülmények között. Mielőtt belemennék a részletekbe ezzel a három fontos jellemzővel kapcsolatban, szeretnénk meggyőződni arról, hogy megfelelő pontról, helyről indulunk. Ennek érdekében három gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Ezek a következők. Amikor a politikáról beszélünk, akkor a politika vagy az ember jól művelt lelki ismeretéből fakad, vagy pedig pusztán hatalomgyakorlásról van szó. Hogyha a politika nem az ember lelki ismeretéből, a cselekvő lelki ismeretéből fakad, akkor mindössze hatalomgyakorlásról lesz szó. A második pont ezzel kapcsolatban, nem létezik semleges világnézet, különösen nem, hogyha közfeladatot látunk el, vagy oktatással foglalkozunk. Éppen ezért nem arról van szó, hogy értékektől mentes vezetők legyünk, amelyről gyakran hallunk, hanem arra van szükség, hogy olyan vezetők legyünk, úgy vezessünk, hogy azt, ahogy azt a lelki ismeretünk diktálja. A vezetés akkor lesz megfelelő, hogyha erényeken alapszik.
És a harmadik bevezető gondolat, Szent Tamás gondolata, 16. századi Angliából, aki azt mondta, a következőt mondta, hogyha az államférfiak a saját lelkiismeretükre nem hallgatnak a közfeladataik miatt, akkor rövid úton káoszba vezetik az országokat, mondta Móri Szent Tamás. A bevezető gondolatok után most szeretnék rátérni részletesebben erre a korábban említett három jellemzőre. Kezdjük azzal, hogy a közfeladatot álló kereszténynek a valóságban kell gyökereznie, ott kell állnia. Itt szeretnék utalni a kedvens politikusomra, a kedvenc keresztény modern politikusomra, akit kevéssé ismernek, de ettől Doug Hammarskjöldnek hívják, aki az ENSZ második főtitkára volt 1953-tól 1961-ig. Gyönyörű munkákat írtak róla, különösen a mély vallási életéről, hitéletéről. Ő a következőt mondta, a munkáért végzett, a békéért végzett munkánkat a saját bensőnkben kell elkezdeni. Azért, hogy egy félelmek nélküli világot hozhassunk létre az emberiségnek, az ennek érdekében nekünk sem szabad félnünk. Annak érdekében, hogy igazságos világot hozhassunk létre, nekünk magunknak is igazságosnak kell lenni. És hogyan küzdhetünk a szabadságért, hogyha a mi elménk nem szabad? Hogyan kérhetünk másoktól áldozatokat, hogyha mi nem vagyunk készek ugyanerre? Talán van, aki azt gondolja, hogy ezek csak megint nemes alapelveknek megfogalmazásai, amelyek távol esnek a politikai realitás valóságától. De én ezzel nem értek egyet, és akkor itt ér véget az idézet. És hát az ENSZ főtitkáraként természetesen nagy szerepet vállalt a svéd politikában is, kabinettminiszter is volt, és egyéb vezető pozíciókat töltött be, tehát nem csak nem elméleti szempontból beszél a témáról. És akkor mik ezek a nemes alapelvek, amelyek segíthetik, hogy a valósághoz, a realitáshoz ragaszkodjunk a szekuláris európai társadalomban? Az első, amelyet leszűrhetünk Doug Hammarskjöld idézetéből, az életegysége. Az, hogy a közösségi térben és a magántérben megjelenő ember egy és ugyanaz. Azt gondolom, hogy ez az egyik legalapvetőbb félreértés, amit a politikában látunk. Hogyha egy politikus, hadd fogalmazok kicsit drámaian, hogyha egy politikus kettős életet él, és azt a közvélemény megtudja, akkor tudjuk, hogy mik lesznek a szallagcímek. Mindig nagyon meglepődök azon, hogy az újságok mennyire felzaklatják magukat, amikor a politikusok magán botrányok szereplői lesznek. Hiszen első gondolatom, hogy hát az egész társadalom ilyen. Igen, de a közösségnek mégis magas elvárásokat támaszt a vezetőivel szemben, és nem tolerálja ezt a kettős életet. Éppen ezért különösen is fontos számunkra, keresztények számára az életnek ez a fajta egysége. Ezért is mondtam azt korábban, hogy micsoda dühöt szül a társadalomban az egyházi szexuális visszaélésekkel kapcsolatos botrányok.
az elmúlt években, hiszen mi keresztényként, és ez nagyon is érthető, hiszen mi keresztényként nagyon magas elvárásokat támasztunk, morális elvárásokat, és hogyha ezeknek nem felelünk meg, akkor az emberek joggal háborodnak föl. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás az életnek, ez a fajta egysége, a közszereplő és a magánember életének az egysége. A második jellemző pedig a belső szabadság témája. Amikor szabadok vagyunk az elménkben és a lelkünkben. Nagyon gyönyörűen fogalmaz meg, hogyan harcolhatnánk a szabadságért, ha mi magunk nem vagyunk szabadok elménkben, azaz, hogyha azt hagyjuk, hogy valami más irányítson minket, bármi, politikai korrektség, vagy hogy mások mit gondolnak, vagy nekem mit kellene gondolnom erről a világról, és így tovább. Ez nem szabad elme. Ez az, amire Doug Hammarskjöld rámutat. A keresztény politikusnak egy belső szabadságra van szüksége, azért is, hogy olyan döntéseket is meg tudjon hozni, amelyek nem feltétlenül népszerűek a többség szemében. A harmadik dolog, amelyet ebből az idézetből kivehetünk, az önismeret. Ismerd magad, és ismerd társaidat. Ismernünk kell magunkat, az erősségünket, a gyengeségeinket. Alázatosnak kell lenni ezekkel kapcsolatban, szerénynek, és folyamatos erőfeszítést kell tenni. Egyébként van egy kis könyve a politikáról és a politikáról és a lelkiismeretről, Doug Hammarskjöld írásai között, ahol Doug Hammarskjöld felsorolja, hogy a véleménye szerint mik azok az attitűdök, azok az attitűdök, amikkel egy politikusnak rendelkeznie kell, és ez nagyon nagyban a társaid, a mások ismeretére utal. Tehát egy dolog, hogy ismered az ellenfeledet. Egy dolog, hogy megérted, hogy miért gondolja azt, amit gondol. Szóval, hogy ismerni kell az ellenfeledet vagy a társadat. Olyan személynek kell lenni, aki az élet egységére koncentrál, ehhez az önismeret és a másik ismerete abban gyökerezik, hogy tudjuk, hogy mit jelent embernek lenni. Ez egy élethosszig tartó folyamat, erről szól az egész. Az ilyen politikusnak, vezetőnek képesnek kell lenni arra, hogy tisztelje a teremtés rendjét, és a mi szerepünket és megfelelő helyünket ebben emberekként. Ez az, amit próbáltam önöknek mondani a provokatív kijelentéseimmel, az izmusokról az kezdetén. Tudjuk a helyünket emberként. Az ilyen ember nem utasítja el Istent, mert tudja, hogy azáltal, hogy megpróbálom megismerni Istent, kutatom az Urat, én növekszem abban, hogy megértsem, hogy mi is az emberi élet voltaképpen, és hogy hogyan is kell az emberi életet élni. Minden társadalom, amely ezt az ideát elveti, kivétel nélkül a történelem tanúsága szerint a dehumanizáció áldozatává lesz, a barbarizáció és az önmegsemmisítés alanya tárgya lesz, és ezt láttuk a 20. század történelmében, kommunizmus, nácizmus, hát ez az ország eleget szenvedett ezek alatt. Mindez ma azt jelenti, hogy egy keresztény politikai vezető az alázatosan elfogadja, és ennek megfelelően cselekszik, tehát alázatosan elfogadja, hogy nem az ember, hanem Isten minden mércéje. Ez az a valóság, amelyet minden kereszténynek nyilvánosan tudomásul kell venni, el kell ismerni. Ez nem azt jelenti, hogy körbe kell menni, hogy Isten, 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 és ezt kell kiírni magára, de az attitűdjének ezt kell tükröznie. Elfogadván, hogy nem az ember a mindenség ura, amely hozzáállás nélkül az élet nem nagyon nehezen nevezhető keresztény életnek.
A nagy francia ipari szakember François Michelin, akit én személyesen ismerhettem, és egyébként ő a Michelin cég csoport vezetője volt, ugye ismerjük a Michelin-t a Michelin Guide-ból, a Michelin úti kalauzból, illetve a Michelin kerékgumiból. 6 gyermek édesapja, családos ember volt, és egy kis könyvet írt az élete vége felé, amelynek címe az volt, hogy miért ne az emberi személy, egy ember az üzleti élet közepén. És itt a realitásokról beszél. Azt mondja, hogy a realitás az egy nagyon kemény, kompromisszumot nem ismerő tanár, a valóság. Mert hogy minden ünnepiességet félretéve az előre elkészített ideákat és előítéleteket romba dönti. Ez a realitás. Majd folytatja, az a misztérium, ami minden emberben, minden férfiben és nőben megvan, ezt fel kell ismerni, és el kell ismerni. És itt nagyon mélyre hatol abban és annak, hogy mi is kell, hogy a szerepe legyen akár az államnak, akár egy vállalkozásnak, vagy bármilyen szervezetnek, amelyben emberek dolgoznak. François Michelinnek ez volt a küldetése az életben. Egyszer azt mondta nekem, hogy a legfontosabb küldetésem az életemben, az életben az, hogy biztosítsam, hogy minden egyes dolgozó az én gyáramban, a legegyszerűbb kétkezi dolgozótól a vezérigazgatóig, mindegyikük megtalálja a saját maga életcélját a munkáján keresztül. Ez az, amikor azt mondja, hogy minden férfiben és nőben meglévő misztériumot fel kell ismerni és el kell ismerni. Rámutat arra is, hogy ez a valóságban gyökeredzik, a realitásban, mert ez az egyébként, ami az államnak is a szerepe a dolgok mélyében, és ez az, amit a keresztény politikusnak, vagy a kereszténységnek a politikában is képviselni kell. Ezzel megint csak leás annak mélyére, hogy mi a felelőssége minden közhivatalt viselőnek, minden közszereplőnek, különösen a keresztény közfeladatot ellátó személynek, hiszen ők ezt az igén keresztül kapták meg, az írásban kapták meg, hogy keressék és elősegítsék ezt a misztériumot minden egyes személyben, mondja Michelin, hogy tényleg valóban ember lehessen, és megtalálja helyét a társadalomban, ahol ez a misztérium virágozni kezd és meghozza gyümölcsét. Ez az Úr, azaz Krisztus üzenetének lényege a Szentírásban. Nézzük meg a második jellemzőt. Egyre tanultabb legyen, műveltebb, képzettebb, vagy mint ahogy korábban beszéltünk erről, ez csak akkor következhet be, ha keresztények nem csak jól képzettek, hanem nagyon jól képzettek. Ha elvárjuk az orvosoktól, jogászoktól és a könyvelőktől, pénzügyi szakemberektől, hogy folyamatosan élethosszig tartó oktatási programokban, utánképzésben vegyenek részt, miért nem várjuk el ugyanezt a politikusoktól, illetve a kormányzatban dolgozóktól? Sőt, tovább menve, ha mi keresztények vagy keresztjének azt állítjuk, hogy mi fontos dolgot tudunk hozzátenni a politikához, és az európai politikához ezen belül, hogyan tehetnénk ezt meg, ha nem folyamatosan képeznénk magunkat, ha nem tanulnánk folyamatosan, hogyan is gondolhatjuk, hogy sikeresen tudjuk felvenni a harcot a különböző ideológiák ellen, amelyek morális relativizmusról beszélnek, és a wokizmusról beszélnek, ha csak azt olvassuk el, amit az újságok mondanak nekünk. Hiszen amire szükség van, az a folytonos bölcsesség, amelyet a tanuláson keresztül és a nagy tanítók, a civilizációnk nagy tanítóinak átbeszélésén keresztül érhetünk el. Ahelyett, hogy tweetek és Facebook posztokkal vesztegetnénk az időnket, a figyelmünket elsősorban arra kéne fordítani, hogy a Szentírásba, Cicero-ra,
16. Benedek írásaira koncentrálunk, vagy a nagyszerű irodalmi művekre, amelyeket az európai kultúra így nagy számban teremtett. Ezek mind-mind választ adnak nekünk, méghozzá konkrét válaszokat adnak nekünk az emberiség szorító kérdéseire, és amelyekre a keresztények, a közfeladatot ellátó keresztényeknek meg kell küzdeni, és hogy a felelősséget hogyan kell értelmeznünk. Engem mindig mellbevág, amikor a diákjaim, Marcus Aurelius Cicero a törvényekről írt művét taglalják, ami egy csodálatos szöveg, hiszen az jog alapjairól és az igazságosság alapjairól beszél. És hogyha elolvassuk ezt a szöveget, és egy pillanatra elfeledkezünk arról, hogy ki ennek a szerzője, akkor azt gondoljuk, hogy ez a szöveg a mai időkre iratott. Hiszen azok a kérdések, amelyeket taglal ebben, azaz a több ezer évvel ezelőtti törvények és jogszabályokról szóló írásában, pont arról szól, amivel ma is küzdünk, és neki megvoltak a válaszai a problémákra már akkor. Egy másik nagyszerű elme John Adams, aki a 18. században az első alelnöke, majd a második elnöke volt az Egyesült Államoknak, az Amerikai Egyesült Államoknak. Ő egy hívő ember volt, és erkölcsös ember volt, és mi értése volt arról, hogy mi a kapcsolat az oktatás és egy nemzet vezetése, egy ország vezetése között. Nagyon világosan el tudta ezt különíteni, összekötni, hogy mi a vezetés, és mi a tanulás, és mi egy ország vezetése. Azt mondta, hogy a szabadság megőrzése az emberek intellektuális és erkölcsi tulajdonságán múlik. Addig, amíg a tudás és az erkölcs, az erény, azok összekapcsolódnak egy nemzet testében, addig lehetetlen rabszolga sorba vetni egy ilyen nemzetet. Ezek nagyon erős szavak. John Adams tehát, aki az egyik alapító atya volt az Egyesült Államoknak, ezen kívül társszerzője volt a függetlenségi nyilatkozatnak. Ő tehát, az ő meggyőződése az volt, hogy az oktatás alapvető fontosságú a szabadság megőrzésében. E tekintetben a következő elemeit sorolja fel az oktatásnak, amelyek szükségesek. Beszél az oktatás igényéről, szükségességéről a tudás megszerzésében, és kérem, ne keverjük össze, azt mondja, hogy oktatás a tudásért, nem a készségekről beszél, a készségek azok később jönnek. Első a tudás, második oktatás az erények területén, és megint csak ne keverjük össze. Nem vágyak, a vágyak azok nem a legfontosabb dolgok. Az elsődleges az erények. Hiszen ezek mondják meg nekünk, hogy hogyan tudunk a vágyainkkal megfelelően bánni. Tehát tudás és erények. Amennyiben ezt nem tesszük, mondja, rabszolgasorba vetettséghez vezet, először a saját szenvedélyünk és ignoranciánk, majd másoké fog minket ebbe a sorba lökni. John Adams természetesen akkor szembe találta magát a Nagy-Britanniával való folyamatos konfliktus miatt, amelytől kiharcolták a függetlenséget, de sok évbe telett, míg Nagy-Britannia ezt el is ismerte. Vagy el is fogadta. Ez azt jelenti tehát, hogy az oktatás a politikában tevékenykedő keresztény számára a modern társadalomban egyfajta életmentő kard és pajzs, amely lehetővé teszi és felnemesíti az embert arra, hogy szabad maradjon, és ne vetessék rabszolgasorba. Ugye, akár rabszolgasorba az érzéseink, ne legyünk az érzéseink rabszolgái, vagy ne legyünk a többség vagy a kisebbség rabszolgái, ne legyünk mások véleményének rabszolgái, ne legyünk a Twitter tömegek rabszolgái, vagy a média rabszolgái, vagy a politikai korrektség rabszolgái, és így tovább, és így tovább. Olyan könnyen lehetünk rabszolgái valaminek vagy valakinek, a társadalomban, vagy akár a politikában, ilyen dolgok rabszolgái. És még egyszer azt mondja, figyelmeztet minket arra, hogy az oktatáson keresztül tudjuk megvédeni magunkat ezek ellen, és tudjuk felvértezni magunkat.
leadership, secular leadership guru. A nagy szekuláris világi vezetési guru és író, aki nagy tömegek előtt beszél a világon, Robin Sharma, ő is azt mondja, hogy az oktatás a végső országút a szabadság felé, és Robin Sharma egy executive coach, úgynevezett executive coach, tehát csak a világ legfelsőbb vezetőivel, vállalati vezetőivel dolgozik, és nekik mondja ezt, hogy az oktatás az a végső országút a szabadság felé, mondja ezeknek a magas rangú vezetőknek. Tehát ugyanilyen fontos ez politikai vezetők számára is. A szabadság, mint ahogy a nagyszerű Szent II. János pápa mondta a fiatalságnak, ez nem annak képessége, hogy azt csináljuk, amit akarunk, hanem a lehetősége annak, hogy megválasszuk, hogy azt tegyük, ami jó. Tehát a szabadság az nem annak képessége, hogy azt tegyük, amit akarunk, hanem annak lehetősége, hogy választhatjuk a jó dolgot. De ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi a jó, ehhez tanultnak kell lenni. Tanultnak kell lennem vezetőként, és a lelkiismeretemet folyamatosan formálni szükséges, és folyamatosan táplálni szükséges betekintéssel, bölcsességgel, egészséges inputtal, és ezt a fajta egészséges táplálékot nagyon ritkán találjuk meg a közösségi médiában. És mi keresztényként annyival nagyobb felelősséggel bírunk és tartozunk, mint mások, mert annyival többet kaptunk, mint ahogy ezt az írás is mondja. Akik sokat kaptak, azoktól sok kéretik, és akik sokat adtak, azoktól még több kéretik. Megborzongok, amikor ezt olvasom, hiszen azt mondom, hogy Úristen, hát hogyha az Úr színe előtt állok, remélem, hogy meg fogom tudni védeni magam. A harmadik jellemző, folyamatosan bátor, vagy következetesen bátor. Hiszen a harmadik jellemzője tehát a keresztény vezetőnek az, hogy folyamatosan bátor legyen, nem csak néha, egyszer, olykor, hanem folyamatosan, következetesen. És itt hadd kezdjem azzal, hogy visszatérek ehhez a nagyszerű modern államférfihez, keresztény államférfihez, akit már idéztem korábban, Doug Hammarskjöld, az ENSZ második főtitkára. Ő tehát azt mondja magáról. Azt mondja, katonák és kormánytisztviselők generációi során az édesapám ágán örököltem egy hitet, méghozzá azt, hogy nincs kielégítőbb élet, mint az az élet, ami önzetlenül szolgálja hazámat vagy az emberiséget. Nincs élet, amely kielégítőbb lehetne, mint egy olyan élet, amely önzetlenül szolgálja az ember hazáját, vagy az emberiséget. Ez a szolgálat, folytatja, áldozatot kíván. Áldozatot igényel, olyan áldozatot, amely lemondás személyes érdekekről, de ugyanakkor a bátorságot is elvárja, hogy mindig felálljunk és kiálljunk a meggyőződésünk mellett, kompromisszumok nélkül, elmondván, hogy mi a rossz, és mi a jó, és mi a megfelelő a közösség számára, független attól, hogy milyen divatok és milyen nézetek jönnek. Mit is mond Doug Hammarskjöld? Nagyon fontos üzenetet közvetít nekünk, amelyet ki kell bontanunk egy picit. A hit és a jellem embere, aki a morális tisztaság, az erkölcsi tisztaság talaján áll folyamatosan és bátran. Milyen elemeket találunk ebben az idézetben? Először az önzetlen szolgálatról beszél, és arról, hogy fel kell adnunk a személyes érdekeinket. Azt mondja, hogy ez áldozatot igényel. Kemény szavak manapság, legalábbis a közvéleményben. Majd azt mondja, ki kell állni kompromisszumok nélkül a meggyőződésünk mellett. Még egyszer, kompromisszumok nélkül, és az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkáráról beszélünk, akinek nagyon kemény helyzetekkel kellett megbirkóznia. Csak akkor állhatunk ki a meggyőződésünk mellett kompromisszumok nélkül, ha tanultak vagyunk, ha tudjuk, hogy mik az értékeink, amelyek mellett kiállunk.
És a meghajlás nélkül való kiállás, amellett, ami jó és helyes, függetlenül attól, hogy mi a véleménye az új ortodoxiának, vagy a nagyhatalom a bíró ellenfeleknek. És Doug Hammarskjöld itt nagyon sok példáról, egy példáról beszél a sok közül, ahol valóságban ezt meg is kellett élnie, ahol a Szovjetunióval kellett foglalkozni, aki megpróbálta őt és az Egyesült Nemzetek Szervezetét, az ENSZ-et arra használni, hogy a saját akaratukat vigyék át, mint ahogy más nagyhatalmak is megtették ezt. De ő kiállt, és ezt tudjuk, mert ezt feljegyezték a történelemkönyvekbe, ő kiállt az előbbiek mellett. Majd később hozzáteszik annak alapvető fontosságát, hogy képesek legyünk bevallani, hogy mi, vagy akiket képviselünk, adott esetben tévedtek, vagy tévedtünk. Na, ez egy másik nagy kihívás, ami a politikusok előtt áll ma. De egy olyan dolog, ahol azt gondolom, a keresztények különösen megszólítottak, mert mi a megbocsátás népe vagyunk, azaz annak képessége, hogy beismerjük, ha tévedtünk, és annak képessége, hogy beismerjük ezt nyilvánosan. Órákig tudnék beszélni példákat sorolván a mai időkből, hogy ez hányszor jó ötlet lenne. Ha most egy picit visszamegyünk, és elmozdulunk attól, hogy mi az, amiről egy folyamatosan bátor vezetőnek képesnek kell lenni, szolgálat, meggyőződés és alázat, és innen elmozdulunk afelé, hogy mennyire nagy erény a bátorság maga, és miből is áll ez, akkor a következőt tanulhatjuk meg Alexander Havartól az Indulattól a jellemvonásig című könyvében. Azt mondja, hogy a bátorságnak két jellemzője van. Egyik bátorság, más szóval, és kitartás. Vagy erő, hívhatjuk ezt erőnek is. Hiszen ha bátrak vagyunk, merészek vagyunk, ez azt jelenti, hogy szándékosan vállaljuk a veszélyt, és annak ellenére haladunk az úton. Ez az, ami kreativitást generál. Ha valaki keresztényként a politikában tevékenykedik, ez nagy kihívás. Tudatosan vállaljuk a kockázatot, és ennek ellenére maradjunk a megkezdett úton. Ez az, ami kreativitást generál. Ezen kívül nagyon erős akaratot igényel ez, hiszen ez egy morális erény, egy olyan dolog, ami az ember morális tisztaságát, erkölcsi tisztaságát biztosítja, de ez megint csak akkor lehetséges, ha tanultak vagyunk. Magyarul a céljaink igazságosak, tiszteletben tartják az emberi természet és az emberi természet alapértékeit és az ember méltóságát, ami nélkül az erős akarat a igazságtalansághoz vezet. De hogyha az erős akaratunk morális erényeken, erkölcsön alapul, és az erkölcsi tisztaság talaján áll, akkor képesek leszünk arra, hogy olyan célokért álljunk, és olyan célokat vigyünk tovább, amelyek igazságosak. Mert egyébként a bátorságnak van még nagyon sok összetevője. A kitartás, a hűség, az alapelvek hűsége, a stabil lélek. Gyakoroljuk azt, amit mondunk, tehát ne bort igyunk, és vizet prédikáljunk, és ami még fontosabb, imádjuk, szeressük az igazságot. És itt van egy nagyon szép példa, talán egy kicsit szomorú példa is, Alexander Szolzsenyicin példája, aki először negatív módon, először rossz színben tüntette fel Sztálin, tehát negatív dolgokat írt róla, amikor Sztálin meghalt, majd az egész kommunista rendszerre kiterjesztette a bírálatát, ezt követően persze száműzték, vagy legalábbis száműzetésbe kényszerült, Nyugat-Európába jött, és Nyugat-Európában rájött arra, hogy azok az emberek, akik felvértezettek voltak a szocializmussal, az emberi hittel, és így tovább, ugye Nyugat-Európa szalonjaiban pedig nagyon népszerű volt, nagyon sok ilyen szalomon, hogy szeressék, pártolják a szocializmust, vagy a kommunizmust, és Szolzsenyicin azt fedezte fel,
hogy legalább annyian hát elnyomták a gyűlölték ott őt, mint ahomennyien a Szovjetunióban. De a bátorság abban testesült meg, hogy ennek ellenére továbbra is folytatta a megkezdett utat, annak ellenére, hogy a világ azon része, amelyért harcolt és felemelte a szavát, és ahol azt gondolta, szabadságot talált, mit talált? Jóval kevesebbet talált ebből, mint ahogy remélte, de továbbra is folytatta a megkezdett utat. A folyamatosan és következetesen bátor keresztény, közhivatalt viselő kereszténynek van egy ösztökéje, amelytől, vagy egy horgonya, amelyből soha nem válik meg, a teljesen tiszta lelkiismeret, amely az Úr hangja, az Isten hangi, amely folyamatosan súgja nekünk a szívünk mélyén, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem. Ez az, amiről a lelkiismeretünk szól. És mint ahogy Szent Mórus Tamás híres, elhíresült mondása mondta, hogy a király szolgája, a király szolgája vagyok, a király jó szolgája, de elsősorban az Istené. Mert ő az, aki képes és kész arra, hogy feladjon mindent, még az életet is, annak érdekében, hogy ne tegyen olyat, ami gonosz, vagy ne fogadjon el olyat, ami gonosz. Bármely keresztjén, aki komolyan veszi hivatását és hitvallását, el kell, hogy fogadja ezt a kettősséget, különben azt kockáztatja, hogy prédául esik annak, hogy elveszíti lelkét. És nemrég egy megbeszélésen, amelyet katolikus jogalkotókkal folytattam, egy tanúságtételt hallgattunk meg, méghozzá egy ázsiai ország parlamenti képviselőjéét, akinek nagyon nagy hatalma van, és a pártjának még nagyobb hatalma van, de aki ennek ellenére visszautasította, elutasította, hogy hagyja, hogy a pártja újra definiálja a házasság intézményét. Ott állt előttünk, és azt mondta, kész vagyok feladni az összes politikai tőkét, amelyet felhalmoztam, a pozíciómat, a beosztásomat, és mindent, amit eddig elértem a politikában, mert nem vagyok hajlandó kiárusítani és eladni a lelkemet ezen alapérték tekintetében. Tehát ez nem csak elmélet, hanem ez valóság. Ez az, amelyet én valós bátorságnak hívok, és ez a legnagyobb kihívás előttünk az életben keresztényként, a modern társadalomban, hogy kapaszkodjunk ehhez, ragaszkodjunk ehhez a bátorsághoz, de ne aggódjatok. Ne aggódjanak, mert ez a legnagyobb kihívás, amely minden generáció előtt állt. Szent Mórus Tamás 500 évvel ezelőtt pontosan ugyanebben a helyzetben volt, mint aztán később Lord Kancellárként, illetve miniszterelnökként. És ezzel lezáráshoz érkezem. A Live Not By Lies, Rod Dreher nagy hatású könyvében azt írja, azt magyarázza el, hogy mit tett a szekularizáció a jelenkori kereszténysége. Szipko azt mondja, hogy a kereszténység egy másodlagos alappá vált az emberek életében, és nem az elsődleges alappá. Ezt látva, hogy az hazájában és Európa más részeiben keresztények milyen nagy tömegben térnek vissza a kommunizmus során tapasztalt működési mintákhoz, azt tapasztalta, azt jelentette, hogy a hitünk most azt jelenti, hogy visszautasítjuk ezt a szekularizált világot. Tudom, hogy ez egy erős állítás, talán nem is elfogadható, de fontos, hogy ez föl is zaklasson bennünket, ez a cél. Hiszen rámutat egy fontos igazságra. Egy olyan igazságra, amelyet a keresztények még sok közül még mindig sokan nem hajlandóak elfogadni. Pedig Jézus szavai egyértelműek ezzel kapcsolatban, az ellentmondás jelévé válni. Ezzel együtt mégiscsak a remény szavával szeretném zárni. John Adams amerikai elnök szavaival,
amelyet a unokájának, Charles Francisnek mondott. Az egyik levelében ezt írja ennek a fiatalembernek. Szedd össze a bátorságodat, légy eltökélt, hogy fontos emberré válj a világ számára. Felelős vagy az Isten és az emberek előtt, hogy dolgozz a zseniden, és ne rejtsd azt el. Hogyha mi keresztényként, és különösen itt európai közéletben szereplőként megszívleljük ezt a tanácsot, akkor a jövőnk sokkal világosabb lesz, igazságosabb lesz, és azt gondolom, hogy az igazság Isten szemében is győzelemre jut majd. Ennek érdekében, ahogy Robin Sharma mondja, megint csak hősökre és szentekre van szükségünk, akik egy olyan küldetés köré szervezik az életüket, vagy egyetlen célért élik az életüket, amely cél nagyobb, mint ők maguk. Ez a hatalmas küldetés azzal kezdődik, hogy a valóságban gyökerezünk, hajlandóak vagyunk képezni magunkat, és következetesen bátrok maradunk. Ez jelenti kereszténynek lenni és politikusnak lenni ma. Megpróbálhatják, hogy beilleszkednek, vagy megváltoztathatják a világot, de mind a kettőre nem lesz lehetőségük. Ez az önök döntése. Nagyon köszönöm a figyelmet. Előadunk nagyszerű felajánlással élt, hogy kérdéseket tehessünk föl számára. Kérdezném önöket, van-e valakinek kérdése? Parancsolj! Őszintén megvalva nem akartam kérdezni, de azt mondtam, hogy el kell indítani, majd lesznek kérdések, ahol biztos voltam. És akik ismernek, azok tudják, hogy szeretek provokálni. És az előadót hál' Istennek megadatott, hogy ismerjem. És ezt az előadásnak egy kicsit más változatát hallgattam 2020-ban a pandémia közepén, és akkor ő lehetővé tette, hogy az egész világon őt lehetett hasonló témákba kérdezni az interneten keresztül. És ült mindenki valahol a lakásában, tetőterébe, a kertjébe, és hallgatni, és azóta tulajdonképpen ez a logika, ez az egész világos okfejtés, színvonalas okfejtés fogva tart, és köszönöm személyesen, hogy eljöttél, és ezt most egy más körbe megoszthatjuk. De mint gyakorló politikus egy kérdés. Hát végig ugye a realitásokról beszélt, a reáliákról. Akkor viszont arról a principumról is beszélni kell, ami a demokrácia jelent, hogy többségi demokrácia van. És hogyha meg kell, hogy válasszanak, akkor át fognak szavazni. És nagyon sok biztatást, megerősítést kaptunk gyakorló politikusként, de az világosan kell látszik, hogy ez a logika ma többséget nem élvez Európában. És majd élünk mi itt. És tudok is én egyfajta választ, de azért nagyon örülnék, ha tőled hallanám, hogy egy demokrácia vagy többségi rendszerben élő politikus az mai Európában, itt mindketten, és azt hiszem mindannyian itt nagyon jól ismerünk, mit kezdjen. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm, György, a kérdést. Hát ez egy olyan kérdés, amin szerintem egy egész külön szemináriumot el tudnánk tölteni, de hadd próbáljam meg úgy megválaszolni ezt a kérdést, hát egy álom, saját álmom formájában, ami hosszú évek óta motivál abban, hogy végezzem ezt a politikai munkámat is. Történelemből jól tudjuk, hogy a történelem fontos pillanataiban van egy fordulópont. Történik valami, ami végre felforgatja a dolgokat, a jó irányba fordítja a dolgokat. Az én álmom, és hát aztán majd meglátjuk, hogy ez egy realista álom-e, de az az álom, hogy lesz egy olyan pont, ahol lesz olyan sok hiteles keresztény politikus, aki kész arra, hogy ennek a logikának, a bemutatott logikának az alapján dolgozzon, hogy ez elvezet egy fordulóponthoz, és többséggé válunk. Azt akarom mondani ezzel, hogy minden bizonnyal az Európai Parlament volt, és jól tudod, hogyha kisebbségben vagy, akkor nagyon nehéz szembe menni az árral, és alapelveket képviselni. És a legfontosabb szempont, amit politikusként figyelembe kell vennünk, az a kérdés, hogyha ezt teszem, és nem ezt teszem, akkor hát lehet, hogy nem fognak megválasztani újra. Lehet, hogy elveszítem a mandátumomat, a helyemet. Persze nem mindenki így gondolkozik, de mégiscsak ez egy fontos kérdés, amit politikusként fel kell tenni. És nagyon gyakran, anélkül, hogy fölismerni megválasztott politikus szint, te csak arra koncentrál, hogy hogyan fognak újra választani. És ebben a folyamatban nagyon gyakran megesik, hogy elkezdik kiárusítani az értékeiket és a lelküket. Keresztényként szerintem egy különleges hivatásunk van arra, hogy máshogy cselekedjünk, és ennek már láttam nyomait is bizonyos országokban. Hiszek abban, hogyha van elég ember, aki nemet mond, és azt mondja, hogy kész vagyok elveszíteni a mandátumomat, mert nem vagyok hajlandó eladni a lelkemet, mint ahogy ezt ebben a példában is megosztottam. Ez a történet egyébként mindig folyamatban van, te is ismered, akiről beszélek. Ez a személy azóta is kapcsolatban van velem, és azt mondja, hogy Christian, el se tudod képzelni, hogy a kiállásom hogy megváltoztatta, teljesen megváltoztatta a kormányzaton belüli párbeszédet, mert soha nem várták volna, nem számítottak arra, hogy én és még a kormányból párom máson felemeljük a szavunkat ezzel szemben. Éppen ezért azt gondolom, hogy ha több kereszténynek van bátorsága kiállni és nemet mondani, és mindent kockára tenni, feltenni erre a lapra, akkor lesz egy fordulópont. És lehet, hogy egyes országokban 5 év, 10 év, 20 évbe telik majd, de végül, és itt most teljesen csak vallási szempontból meggyőződésemből beszélek, az egyén számára, aki a politikában dolgozik, hát mit számít, hogy ez a fordulópont eljön-e abban a amikor eljön ez a fordulópont, amikor ott állunk Isten ítélőszéke előtt, és be kell számolnunk az életünkről, és arról, hogy hű maradtál-e a lelkiismeretedhez, hiszen végső soron, amikor meghalok, én egyedül a saját életemért vagyok felelős, nem mások életéért, nem azért, hogy ez a megválasztott politikus mit tett volna mondjuk a helyembe, hogyha én lemondok, elveszítem a mandátumomat, és egy még rosszabb politikus jön utánam, ezért nem vagyok felelős. Érthető, hogy ez foglalkoztat, de a másik személyért nem vagyok felelős. A saját szerepemért, a saját tetteimért vagyok felelős. Remélem, hogy ez valamennyire megválaszolja a kérdésedet. Következő kérdés.
Sokan vagyunk itt, akik nem vagyunk politikusok. Hogyan tudnánk segíteni abban a politikusokat, hogy ilyenek legyenek? Hogy vajon az, ha találunk néhányat, és összefogjuk őket, és ők egymást erősítik, vagy mi az, amiben segíteni tudnánk ezt a folyamatot, hogy ez a fordulópont bekövetkezzék? Nővér, gyönyörű kérdés, és rögtön az édesanyámat juttatja eszembe, mert édesanyám egy nagyon bölcs asszony, és az egyik dolog, amit mindig megtett, amikor gyermekek voltunk, és de minket is bátorított, hogy folytassuk ezt a hagyományt, az az volt, hogy hívjuk meg a plébánost a családi otthonunkba, mert a plébánosnak szüksége van a családok támogatására a lelkipásztori működésében. És éppen ezért azt gondolom, hogy ahogy azt már javasolta és felvetette is, ugyanezt kell tennünk a keresztény testvéreinkkel, akik a politikában dolgoznak. Része is ez annak a munkának, amit én magam is végzek, de ennek nem csak intézményi szinten kell megtörténnie, hanem sokkal inkább személyes szinten. Sajnos a politikusokat gyakran megvetik a társadalmunkban, de ahelyett, hogy folyamatosan kritizálnánk őket, ezt kellene tennünk, amit nővér felvetett. Hogyha ismerjük őket, hogyha tudjuk, hogy küszködnek, akkor hívjuk meg őket a vacsorára, támogassuk őket, hordozzuk őket, segítsük őket át a nehéz időszakokon. Ez szerintem nagyon sokat számítana. Igen, egyetértek ezzel a felvetéssel. Esetleg további kérdés? Inkább kérés, mint kérdés. Lehetséges-e, hogy letölthetővé tennék ezt az előadást a szervezőknek a honlapjáról? Köszönöm. Tulajdonképpen egy kicsit tovább szeretnék menni abba a témába, amire Gyurka is rátért. Vannak ezek a fordulópontok. Van ilyen sok. Tudom, hogy a professzor úr történész és filozófus, és sok mindenhez nagyon jól ért. Arra kérném, hogy mondjon egy-két példát az ilyen fordulópontokra. Milyen a körülmények, milyen körülmények között vannak ezek a fordulópontok? Mikor jön létre egy fordulópont? Az első fordulópont Magyarország, hiszen Magyarországon ebben a tekintetben látjuk azt a magyar családpolitikával, ez egy jó példa, ahol ilyen fordulópontot láttunk, de két másik fordulópontot is kiemelnék, amelyek európai és nyugati médiában csak negatív szempontból kerülnek említésre, de az, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága megszüntetett egy 93-as ítéletet, amely szerint az abortusz szövetségi joggá vált, és ezt visszahelyezte az egyes tagállamok kezébe, döntési jogkörébe. Ez egy fontos fordulópontja volt annak, hogy az emberek újra és újra felszólaltak a régi döntés ellen. És sok olyan
politikus van az amerikai kongresszusban, mindkét pártban, akik éveken keresztül felszólaltak ezzel kapcsolatban, és segítették azt, hogy ez a fordulópont eljön, bekövetkezzen, hiszen sajnos megint csak a média nagyon egyoldalúan tudósított erről a lépésről, de itt egy jogi anomáliáról volt szó abban, hogy a 73-as legfelsőbb bírósági döntést így elfogadták, és ez egy nagyon komoly negatív hatással bírt az államokra. És most ez visszakerült az egyes államok hatáskörébe, a demokratikus folyamat részévé vált, ahová tartozik is. Ez egy nagyon világos fordulópont. És aztán még egy ilyen fordulópont, amelyet látunk, az a nagyon különleges barátság, kapcsolat, amely létrejött, fennállt három ember között, akik meghatározó szereplői voltak a vasfüggöny leomlásának itt Európában, II. János pápa, Ronald Reagan és Margaret Thatcher közötti kapcsolatról beszélek. Erről gyakran megfeledkezünk, mert most Gorbacsov halálával mindenki őt állítja a középpontra, hogy ő volt a kommunizmus bukásáért a felelős. Szerintem a magyaroknak nem kell elmagyaráznom, hogy ez nem feltétlenül igaz ebben a formában, de természetesen igaz, hogy Gorbacsov nem avatkozott közbe úgy, mint az elődei. De nem ezt akarom mondani, nem ez a lényeg, hanem az, hogy három ember, akiknek mind volt egy erős meggyőződése, és képes volt kiállni, hajlandó volt kiállni ezért a meggyőződéséért. Én még mindig emlékszem rá, pedig sokan elfelejtik, hogy talán egy hónappal a berlini fal leomlása előtt a francia elnök még azt mondta, hogy elképzelhetetlen, hogy Németország újraegyesüljön. Elképzelhetetlen, hogy a kommunizmus megbukjon. Még ezt ismételgett, és nem volt ezzel a véleményével egyedül. De volt három olyan politikus, akinek volt egy nagyon erős meggyőződése ezzel kapcsolatban, és elkezdtek együtt működni, és ez vezetett egy fordulóponthoz. A legfontosabb fordulópont persze II. János pápa lengyelországi látogatása volt 79-ben. De voltak ezek a fordulópontok, de itt mégis ezt emelném most ki, hogy volt három ember, aki hajlandó volt arra, hogy kinevessék a meggyőződéséért. Emlékszem, Reagant kinevették emiatt, ahogy beszélt ugye a gonosz tengelyéről, és ennek ellenére ő mégis nagyon határozottan képviselte az álláspontját. De azt is tudom, hogy az egyik ember, aki leginkább legnagyobb befolyással volt rá, és létrehozta a diplomáciai kapcsolatokat a Vatikán és az Egyesült Államok között, a Szent Szék, az a Szent Szék és az Egyesült Államok között, ez a nemzetbiztonsági tanácsadó volt, George Bill Clark, aki meggyőződéses keresztény volt, egy másik olyan személy, akinek volt egy erős meggyőződése, és akit szintén sokszor kinevettek, még a kabineten belül is, régen kabinetjén belül az álláspontja miatt, de mégis komoly befolyással bírt a folyamatra. Ez is talán egy jó példa erre a fordulópontra. Kérdés, semmi. Akkor nagyon szépen köszönöm az előadónknak az izgalmas előadást. Köszönöm önöknek, hogy részt vettek a rendezvényünkön, és vegyék elő a naptárukat. Találkozunk, ha hamarabb nem, jövőre ugyanitt a második slakta lecture-ön. Köszönöm szépen, viszontlátásra!